amikor 1908 őszén Kós Károly a frissen végzett egyetemi kollégáját és barátját, Zrumeczky Dezsőt egy kalotaszegi körútra hívta, akkor egy csomó jegyzettömböt rajzoltak tele, találtak itt kontyosházakat, fazsindejes tetőket és természetesen a díszes templomokat, és amikor hazatértek Budapestre, akkor már várta őket a friss megbízatás, a fővárosi állatkert pavilonjainak a tervezése. Most Magyar Gyerő Monostoron vagyunk, ahol a legrégebbi kalotaszegi templom áll. Gyerő Monostor tulajdonképpen Kalotaszeg régi déli határfaluja, de ugyanúgy a hegyek dombok között, mint a szomszédai, és ugyanúgy a templomáról híres. A dombon álló református templom valószínűleg a legrégebbi. A főhajóját egy családi monostor részeként alapították még 1196-ban, itt a Vlegyásza-hegy közelében elterülő birtokon. Nevét aztán a Gyerőfi családról kapta, és a Szent Istváni legyen minden tizedik faluban templom előírás szerint sokáig ez volt a környék falvainak a gyülekezeti központja. Később a ciszterci rend, a monostor a ciszterci rend, majd a benedek rendiek központja volt, később önálló plébánia lett a templom körül, egészen addig, amíg a falu református hitre nem tért. A templom két tatárdulást is megért, először 1241-ben fel is égették, de 1662-ben erről a kései tatárjárásról már korábban volt szó, már várfal vette körül. A Rákóczi szabadságharc után ezt harmadik Károly császár várromboló rendelete nyomán ledöntötték, de az akkori birtokos 1734-ben újra felépítette. A templomnak valamikor két tornya lehetett, ezt egy 273 éves levél viaszpecsétje alapján csak sejthető. De már Kós Károly ismert metszetén is a templom csak egy tornyával látható. A külső falu lényegében a csonka a torony falán van a környék egyetlen templomi napórája, és egy különleges három kis fülkében szoborcsoport. A bal oldalán Szent György éppen ledöfi a sárkánykilgyót, de persze lehet, hogy ő egy arkangyal, nevezetesen Szent Mihály, hiszen közel van Kolozsvár, ahol a nagy templom, ugyebár az a Szent Mihály nagy templom. A középső minden valószínűség szerint egy római korból származó sírkő két egymásnak háttal fekvő oroszlánnal, de a harmadik szobrocska a legtitokzatosabb. Egy madártestű, egy madár altestű női alak két kígyót szoptat. Ez a kalotaszegi madárlány lehet éppen a középkori hét fő bűn ábrázolása, nevezetesen a bujaságé, a megesett és büntetésből kígyókat szoptató lányjal. A lány viszont nem mesztelen, hajai szépen be van fonva, és akkor a kígyók sem kínozzák talán, hanem inkább ő táplálja így őket. A két kígyó az égi és földi teremtmények szimbóluma is lehet, és ettől a sok találgatástól érdekes igazán. De mitől és hogyan jött Kalotaszeg divatba az 1900-as évek elején? Sok művész jött ide felfedezni a népművészetét, népviseletét, szívesen időzött itt a gödöllői művésztelepről például Körösfői Kriss Aladár, aki így lett Krissből Körösfői, és Nagy Sándor is. Ekkoriben jelent meg Maronyai híres magyar népművészet sorozata, aminek első kötete éppen Kalotaszegről szólt. Akkora divat lett, hogy valaki erős gunnyal már azt írta, hogy a titokzatos Erdély Budapesthez legközelebbi határán elhelyezkedő Kalotaszeg, illetve a Bánfi-Hunyadi szállodához csak egy rövid reggeli sétakocsikázásnyira lévő ikonos templomú Körösfő szinte zarándok helyé vált. Nem véletlen tehát, hogy a Műegyetem fiatalok építész csoportja is, Kós Károllyal az élen, a még élő népi alkotásoknak tanulságaira alapozott úton indult el. Kós Károly egyébként kétféle kalotaszegi épülettípust írt le akkor. A régebbiek voltak a kontyoltetősök, és az újabbakat pedig már megérintette a talán kolozsvári üdülődivat ezekkel a svájci villákra jellemző faragásokkal. Ebből még több is látszik látható a faluban, viszont amikor én több évtizeddel ezelőtt itt jártam, akkor még találtam kékre festett parasztházakat,
de most már nincs ilyen a faluban. Vissza a templomba. A nyugati külső kapu felett leveles oromdísz látható, középen keresztel. A keresztet megpróbálták kalapácsütésekkel eltávolítani a reformáció hajnalán, formája azonban ma is jól kivehető. Kalotaszegen egyedül itt maradt meg a katolikus időkből a sekrestje, és hátul a főbejáratnál pedig a régi főúri karzatnak, hát természetesen már csak a lábazata, de az is látszik. A toronyóra lejött a toronyból, és még működik, igaz, hogy már csak másfél órát, ugyanis itt látjuk, hogy a súlyoknak nincs annyi helye, mint ahogy a toronyban volt. A belső alapvetően az 1770-es, tehát 250 évvel ezelőtti képet mutatja. Egy bővítés után ekkor készültek el a karzatok nagy része és a padok mellvégyei a híres umlingok közül a fiatalabb Lőrinc keze által. Az úrasztal az idősebb umling műve, a mennyezetet és a karzat alján a kék kazetta berakást 1787-ben csináltatták, és ahogy láthatjuk, sűrű betűzéssel, hogy mindenki férjen. Ebben az oldalsó helységben olyan dolgokat is láthatunk, amit ilyen közelről is így ebben a formájukban csak nagyon ritkán. Itt van például egy valóságos méretű kazetta levéve, hogy ez mekkora, és ami még ritkább, a tetőcsúcs, annak is az előző verziója, ráadásul golyónyomokkal, de nyilván a romantikusabb vagy kevésbé romantikus megközelítés az, hogy háborús golyónyomok ezek, de nem biztos, mert lehet, hogy csak a falubeliek lőttek a seregélyekre. Ami nekünk messzire jöttek itt belül feltűnhet, azok az emléktáblák és a varrottasok. Mivel 1989 előtt nem lehetett emléket állítani közterületen, ezért ezek beköltöztek a templom falain belülre, például ide belülre, vagy pedig a külső falra. Ami pedig a varrottasokat illeti, ezek az egyháztagoknak az adományai, ők készítik, és itt különlegesek, mármint Magyar Gyerőmonostoron, ugyanis a környéken szokásos hoz képest ők büszkén és öntudatosan ragaszkodnak a saját kék-fehér varrottasaikhoz. Kalotaszeg más református templomaiban ez ma némi konfliktushoz is vezetett, múlt és az EU-s jelen között. Ugyanis az elmúlt évek templom felújításai után ezek műemléki és liturgikus megfontolásokból több helyen nem kerültek vissza a helyükre, és ez sokakban keltett megütközést. A kalotaszegi templomok jellegzetességei ezek a varrottasok, viszont a felújítás után eltakarták a régi festett műemlékeket, falképeket, ami ellenkezett a műemlékvédelmi szempontokkal. A templomok ne legyenek zsúfolt kiállított terek. Gyerőmonostoron egyébként ez nem probléma, sőt, szobrot is kívánnak állítani Kalotaszeg nagyasszonyának, Gyarmati Zsigánénak, aki 140 éve felkarolta a nagyírásos varrottasokat készítő asszonyok munkáját. És akkor egy újabb Kóskároly kapcsolat. A templom közelében áll a parókia, amit Anthony Gall, az ausztrál származású építész és kóskároly kutató tervezett még a 90-es években. Gyerőmonostor egyébként Kóskároly Varjú nemzetség című történelmi regényének is az egyik helyszíne, és itt valósult meg Anthony, illetve az erdélyeknek Tony első munkája. Ennek 30 éve, amikor ő Kolozsvárról indulva magyar valkóra stoppolt volna, de aki felvette, Gyerőmonostor felé ment. Így szinte véletlenül fedezte fel magának a gyerőmonostori templomot, a sofőrről pedig kiderült, hogy ez a helyi református lelkész. A vacsorát pedig tervek és tettek követték, az új parókia és lelkészi lakás óriási vállalás volt az akkor alig 200 lelkes gyülekezet számára. A ház hivatalos fele inkább az utcával áll vizuális kapcsolatban, a családi része viszont inkább a kerttel és a kalotaszegi tájjal. A ház erre az alaprajzi logikára épült fel, helyi építőanyagokból, és nem nehéz felfedezni Kóskároly erős hatását sem. Magyar Gyerőmonostor kevesebb, mint 500 kilométerre van Budapesttől, és most talán kiderült, hogy kulturálisan, formáiban mennyire van közel vagy távol.